eseményt október 1-én szokták megrendezni, de az elmúlt két évben a koronavírus járvány miatt erre nem volt lehetőség a Tolnai megyeszékhelyen. Szeretnénk ezzel a műsorral is, ahol színvonalas előadók lépnek fel, gyakorlatilag egy oldottabb hangulatot teremteni, egy kis búfelejtő és egy kellemes szórakozást és egy nagyon-nagyon tartalmas időtöltést szeretnénk a szépkorúaknak szolgálni. Vámosi József a Facebookról értesült az eseményről. Azért jártunk mindig ide. Voltak előadások, szeretjük is. Most újból elkezdjük. Kövesi Ágnes úgy nyilatkozott, ő mindig él a lehetőségeivel. Nagyon örültem neki, nagyon tisztelem ezt a zenész dinasztiát, hogy így mondjam. Szeretem a muzsikájukat, és örömmel vettem, hogy részt vehetek rajta, és nem kell értek fizetni, ez is egy nyugdíjasnak nagy szempont. Bár nem volt túl sok idő az esemény meghirdetésétől a programig, mégis dupla teltházzal zajlott le a koncert. Oravec Jánosné, a Platán nyugdíjas klub vezetője több mint 30 embert regisztrált be. Még rövid idő volt az, hogy tudtuk, hogy lesz, de azért értesítettük, úgyhogy én is az egész társaságot leadtam a nevüket, mindent, úgyhogy... Az eseményen részt vett Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár is, aki elmondta, most, hogy újra elindult az élet, a kultúrának kell a sarkára állnia. Ki kell csalogatni az embereket az otthonaikból, meg kell győzni őket arról, hogy már biztonságban élhetnek, és ezért a színházak, a zenekarok, a tánccsapatok, azok a pandémia alatt elvégzett munkájukat be tudják mutatni, és egy kulturális dömpinggel tudják kiszolgálni a nyugdíjasainkat is. Ez úgy néz ki, sikerült is, hiszen két teltházas koncertet adott Mága Zoltán sztárvendégeivel a Babits Mihály Kulturális Központban.